Sziasztok! Boros Péter vagyok. A mai videóban a Synomix V90 szervóhajtás kiválasztását mutatom meg TIA Selection Tool segítségével. Synomix V90 alatt a szervóvezérlőt, a szervomotort és a hozzátartozó kábeleket értjük. És akkor nézzük is meg, hogy a TIA Selection Tool honnan érhető el. Ugye a siemens.com/TST oldalon rögtön meg is nyithatjuk az online verzióját a toolnak, de van lehetőségünk letölteni az offline verziót. Én az utóbbit javaslom, mert hogyha bizonyos mechanikára szeretnénk hajtásrendszert méretezni, akkor erre lesz szükségünk. És hogyha letöltöttük és feltelepítettük a szoftvert, akkor nincs más dolgunk, mint megnyitni azt, és rögtön a kezdőképernyőn hozzáadhatunk majd egy új eszközt. Gyorsan át is váltok projektnézetre, és itt az új eszköz hozzáadása gombbal van lehetőségem több eszköz közül kiválasztani, ugye a Drive Technology, mint hajtástechnikai eszközt. A legelső lehetőséget választom, hogy mechanikai rendszerre szeretnék szervomotort méretezni. Első lépésként a szoftverben ki kell választanom, hogy milyen hálózati feszültség áll rendelkezésre. Ugye Európában vagyunk, és ebben az esetben mondjuk egy fázis 230 voltos hálózatunk áll rendelkezésre, és a portfóliónál pedig ugye én kifejezetten a V90 típusra szeretnék méretezni, vagyis kiválasztom, hogy 1FL6-os szervomotort és Synomix V90 szervóhajtást szeretnék. Következő lépés, hogy meghatározzuk magát a terhelést. Itt ebben a példában nézünk meg egy golyósorsós alkalmazást. Itt az ábrán nagyon szépen látszódik, hogy pontosan milyen adatokat kell megadnunk, hogy a szoftver ez alapján méretezni tudjon egy szervomotort. Ugye első kérdés, hogy hány kilót szeretnék mozgatni ezzel az orsóval, mekkora az átmérője magának a golyósorsónak, illetve hogy milyen hosszú, ugye ezt milliméterben kérdezi, de akár át is váltható a mértékegységet, és akkor tegyük fel, hogy ez egy 1 méteres orsó. Ugye itt a golyós orsó sűrűségét nem biztos, hogy tudni fogom fejből, ezért kiválaszthatok bizonyos anyagi minőség szerint is akár egy alumínium vagy egy acél golyós orsót. És következő lépésként pedig ugye magát a menetemelkedést kell meghatároznom, legyen ez most 10 mm, és gyakorlatilag kész is vagyunk a mechanikai rendszer kiválasztásával. A mozgás profil meghatározásánál abból indulok ki, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre. Tegyük fel, hogy most nekem a megtett út és a rendelkezésre álló idő alapján kell kalkulálnom. Ebben az esetben egy ilyen egyharmados trapéz mozgást feltételezve, tegyük fel, hogy ezt az 1 métert 10 másodperc alatt szeretném megtenni. Ugye itt rögtön látszódik a mozgás profil, illetve a szükséges fordulatszám és nyomaték. Ez alapján már a szoftver tudja méretezni a szervomotort. Itt lehet látni a listában, hogy már a legkisebb V90-es szervomotor is alkalmas a feladatra. Itt, hogyha rákattintok, ugye látom egyből a motorgörbét, hogy mennyire van kiterhelve. Adjuk is hozzá a projekthez ezt a szervomotort, és a konfiguráció alatt pedig a tengelynek a méretét állíthatom, hogy ez most egy reteszhornyos tengely legyen, vagy egy sima tengely, illetve magát az encodert, hogy inkrementális encoderre vagy a kikapcsolt állapotban is pozícióértéket megjegyző abszolút encoderre van szükségem. Hogyha megvagyunk a motor kiválasztással, következő lépés a frekvenciaváltó, illetve a szervóhajtás hozzáadása. Itt gyakorlatilag egy tételből áll a listánk, ugye, mert a szervomotor és a vezérlő az mindig párban jár ennél a termékcsaládnál, úgyhogy hozzá is adtam a vezérlőt, amit felajánlott a szoftver. Itt ugye profinetes vagy Modbus RTU-s kommunikáció közül nekem most a profinetesre van szükségem,
motorkábelek meghatározása a következő lépés. Itt a teljesítmény kábelből válasszunk ki egy 5 métereset, az encoder kábelből szintén egy 5 métereset. És ezzel meg is vagyunk a kiválasztással. Order list alatt látjuk a termékeket, amiket kiválasztottunk. Ugye van egy szervomotorunk, egy 1FE6-os szervomotor, egy Synamix V90 szervóvezérlőnk, illetve a hozzá tartozó zöld encoder kábel és narancssárga teljesítménykábel. Köszönöm szépen a figyelmet!